Meglehetősen mozgalmas évet tudhat maga mögött a Spari és Huszár Géza, aki tavaly májusban Gálhidi György segítőjeként érkezett Nyíregyházára. A 2020-21-es idényt jól kezdte a csapat, majd következett egy hullámvölgy, aztán pedig a koronavírus járvány érte el 11 játékost, így az ősz végén az utolsó 5 meccsen mindössze 2 pontot szereztek a piroskékek. A téli szünetet a 11. helyen töltötték a nyíregyháziak, akik az 5.-6. helyet célozták meg tavasszal. A tavasz első két mérkőzése nem úgy sikeredett, ahogy szerettük volna, de utána viszont produkáltunk egy nagyon szép sorozatot, 9 mérkőzés, 6 győzelem, 3 döntetlen, és összesen 2 gólt kaptunk, ami úgy gondolom, hogy elismerésre méltó. És hát utána valami, hát nagyjából tudom, hogy mi történt. Sajnos a megszokott alapvédősorunk folyamatosan megbomlott, sérülés, kiállítás, stb. Ott jött egy 3 mérkőzéses helyzet, ahol mind a 3 meccset elvesztettük úgy, hogy én úgy gondolom egyik meccsen se érdemeltünk vereséget. Azt hiszem a Siófoktól kikaptunk itthon 2-1-re, utolsó pillanatokban ott is 8 perc volt hátra. Akkor kikaptunk Szolnokon úgy, hogy az első percben olyan gólt kaptunk, hogy az ellenfél játékosát kellett volna kiállítani, lekönyökölte a papucseket, elvesztettük a papucseket 2 hétre, aztán a Jánvári kiállítása, aztán jött a Gyirmót mérkőzés, itthon hazai pályán 30. perctől 10 emberrel játszottunk, tehát voltak nehézségeink. 3 fordulóval a bajnokság vége előtt Gálhidi György távozott, és Huszár Géza lett a szakmai munka első számú felelőse. Vele a kispadon Szegeden vereséggel szenvedett a Spari, majd 2 győztes mérkőzés következett. A végére egy kicsit szebb lett a lányzó fekvése, ahogy szokták mondani, mert játszottunk egy nagyon-nagyon jó mérkőzést a Vasas ellen. Ugye megvertük 2-0-ra jó játékkal, úgy gondolom, hogy talán egyik legjobb játéka volt a csapatnak az idényben, hát nem beszélve ugye, hogy az első helyezettet vertük meg, mint utólag kiderült, hogy elvettük az NB1-es jogukat. És az utolsó meccsen pedig a 5. helyezett Ajkát, aki egész évben nagyon jó teljesítmény nyújtott, megvertük ott egy nagyon masszív játékkal 1-0-ra. Tehát így globál, ha az egészet veszem, a védekezésünk úgy gondolom, még így is mondom, hogy voltak problémáink a tavasszal, a 31 kapott gól az elfogadható. A rugott góljaink száma az, ami kevés, tehát 40 gólt rúgtunk. Mi, ami a bajnokság kezdet előtt úgy számoltunk, hogy 55-60 gólt legalább össze kellene hozni, a támadóink összehoznak 30 gólt, 35 gólt, a középpályások egy 10-15 gólt, meg hát még általában azért a védők is szoktak 1-2 gólt fejelni. Hát ez az, ami úgy gondolom, hogy javítani valót vár, aztán hogy, meg ki, meg mikor, meg kivel, ezekre ugye nem tudok most per pillanat választani. Az viszont biztos, hogy a Nyíregyháza a Vasas ellen játszotta utolsó meccsét a Városi Stadionban. Hamarosan elkezdődik a létesítmény bontása, majd az új stadion építése, így a következő szezonban albérletben szerepel a Spari.